Kedves hallgatóink, itt a YouTube Live. Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 729 net óra. Most kapcsoljuk a Hyper stúdióját. Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok, ez itt a Digitális Talk Show mindenkinek. Gyorsan bemutatom az asztal társaságunkat. Mellettem ül Tófalvi Tamás, a Műszaki Egyetem adjunktusa kutató. Sziasztok, jó estét mindenkinek. Majd megtudjuk tőled, hogy milyen remek könyvet hoztál nekünk a mai estére. Melletted ül Justin Viktor, innovátor. Jó estét a kedves nézelődő hallgatóknak. Nagyon agyas témákat hoz ma estére nekünk. Reméljük. Viktor. És akik bennünket figyelnek két hétről két hétre, tudhatják, hogy négyen szoktunk mostanában itt ülni, de ezúttal csak hárman ülünk, mert van egy negyedik asztaltársasági tagunk, mégpedig Matolcsi Ferkó Svédországból. Szia, Ferkó! Sziasztok, üdvözlök minden kedves nézőhallgatót, vagy hallgatónézőt Uppsalából, Svédországból. Mi is össze vagyunk ezen kavarodva folyamatosan, hogy mit mondjunk. Szerintem a közönség szó az ilyen átfogó. Tökéletes. Még olvasót is lehetne mondani, de valami ilyesmikről is fogunk majd Tamással a későbbiekben beszélgetni. Annyit mondjál még, Ferkó, hogy te most hogy is csatlakozol be a műsorunkba? Skype-on, vagy miképpen? Skype-on ücsörögve az ágyam szélén. Egy webkamerával és egy csökkéles sávszélességgel. És arra kérlek majd téged, hogy csatlakozz be a beszélgetésünkbe, hallani fogsz bennünket, és mutatunk meg hangban mindenféle érdekeset. Pont-pont veszőcske, ugye ez a régi keletű kis versike, amiből összeáll a fejecske. Meg volt egy másik, egy rajzfilm gyermekkorunkban, a Varázsceruza. Emlékszel erre, Viktor? Persze, nagy kedvenc volt a Varázsceruza. Nem Pumukli, hirtelen akartam mondani, hogy hívták az olasz vadászt. Pampalini van egyetem. Azt láttad te is, Ferkó, a Pampalinit? Igen. Na de a Varázsceruzának ugye az volt a lényege, hogy a kisfiú oda ment a falhoz, fölrajzolt valamit, és az hirtelen valóságossá vált. Erről még Tamásnak is rémlik valami. Rémlményei voltak. Nem tudnám felidézni már a konkrét meséket, de majd lehet, hogy előjönnek. Na ezért volt érdekes nekem, az minap Facebookon nézelődtem, és egyszer csak Justin Viktortól előjött egy poszt, amin egy hihetetlen kép jelent meg, egy Móriczka rajz, amiből hirtelen valóság vált. Látjuk is egyébként a képernyőn, ez a te alkotásod, Viktor. Igen, hát ezt én követtem el, mindenkitől elnézést kérek, ezt is a dologért, de valójában mégsem, mert hogy egy amszterdami Tom Kenter nevű Amsterdam Információtechnológiai Egyetemnek az egyik kutatóját kell sejtenünk, vagy tisztelnünk a háttérben, aki az ottani meglepetés Rádió 1 rádióval indított egy közös projektet. Megkérték a hallgatókat, a szerkesztőket és mindenkit, akit elérnek, hogy küldjék be az egyik bemondónőjükről készült rajzokat. Ugyanis ez egy kis egyszerű dolognak tűnik, de valójában ez egy mesterséges intelligencia kutatás, képzeldel, ez derült ki, mikor utána néztem. Méghozzá a következő történik. Ugye az attraktív hölgyről készült rajzokat kértek, akinek a fényképét közzétették, és két agentet, két ügynököt indítottak a útjára. Az egyiket úgy hívták, hogy diszkriminátor, a másikat pedig úgy, hogy generátor. A generátornak az a feladata, hogy a beérkező rajzokból megmondja, hogy azok fényképek vagy nem. Ha sikerül neki eltalálni, hogy fénykép vagy nem, akkor kap egy pozitív pontot, egy pluszpontot, és a diszkriminátor pedig kap egy mínuszpontot. Most ezen az ő eredményein átszalad a diszkriminátor is, és hogyha sikerül lelepleznie egy hibát, amit a generátor elkövetett, ez a szoftverügynök elkövetett, akkor ő kap egy pluszpontot, és tehát vice versa működik a dolog, és a másik pedig egy mínuszt. És ebből finomodik ez a kis mini mesterséges intelligencia, és finomodik az érzékelés, és így csinálja, amit csinál. Na, de ezt a rendszert mi is használhatjuk, tehát abszolút. Készíthetünk alapesetben egy ilyen Móriczka rajzot, amiből egy gomnyomásra előáll egy ilyen fotószerű ábra. Így van, tehát bárki kipróbálhatja, túl sokáig nem, összesen két hétre tették ki, tehát mindenki igyekezzen. Nem tudom, hogy ki tudjuk-e írni Hát sőt, meg is tudjuk mutatni, hogy te rajzoltál egyet, egy mozgó ábrán fogjuk látni, ahogyan elkészül egy ilyen rajz. Először ugye ott a bal szélén látjuk a képnek, amint rajzolod. Ez a te műved, kedves Viktor. Igen, ez kicsit ilyen Mickey Eger-szerű ez az ábra először, de aztán látható, hogy egy orr keletkezett belőle. Szemet is rajzolsz neki. Ahogy már sosem leszek karikatúrista, itt van azt látható. Igen, és akkor itt jön az a pont, ja, még hajat is rajzolsz, igen, csodálatos haja van. Megnyomod a gombot, és akkor ebből előáll ez a furcsa ábra. Hát van egy másik is különben. Generátor. Nézzük meg még a következőt is, mert tényleg érdekes. Én rögtön beleszerelmesedtem ebbe az alkalmazásba, mert
nagyon vicces, hogy nem fordítva, hogy egy fényképből készít rajzot, hanem rajzból fényképet. Tehát akár a rendőrségen is lehetne használni. Igen. Ugye, hogy szokták ezt mondani, amikor az ilyen fantomképet készítenek, így van. Hát mesterséges intelligenciát, ezt ott használod majd, ahol szeretnéd, hogyha ez egyszer szabadjára engedik. Na, és akkor ebből keletkezik egy ilyen rajz. Na, és akkor megmutatom, hogy én miért rajzoltam a tied alapján, mert nekem is volt egy ilyen alkotásom. Nézd meg, szerintem ez egészen jól sikerült, hát, ez a női portré. Láthatóan sokkal tehetségesebb vagy. Na, és akkor figyelj, most foglak überelni, kedves Viktor. Találtam egy olyan alkalmazást, egy olyan valakit, aki a sima Windows Paint-ben rajzolt egy képet, és azt fogjuk most neked megmutatni. Figyeld, hogy áll elő az ábra. Megrajzolja azt a figurát, ott van a feje, megrajzolja a szemét, a két karját is hozzá, tehát ez egy ilyen félportré, és most jön a fontos pont, amikor mögé teszi a fekete hátteret, és a lényeges pont, Mona Lisa lesz belőle. Na, hogy tetszett? Ez jobb, ez sokkal jobb. Szóval ki lehet próbálni, vissza lehet keresni ezt a webcímet, ahol mindenki készíthet a Móriczka rajz alapján fotót. És van egy jó hírünk még ezen kívül a mai napra. A PC World magazinnal újra kezdjük az együttműködésünket, és mostantól kezdve, illetve pontosabban szeptembertől majd a PC World újság szerkesztői ellátogatnak ide a stúdióba, és hoznak nekünk mindenféle tippeket, tanácsokat, videókat is. A mai alkalommal viszont még nincsenek itt, ezért egy kis videószemlét készítettünk abból, hogy milyen tartalmakat készítenek a PC World munkatársai. Először is ugye néhány héttel ezelőtt itt volt a Microsoft ügyvezetője Magyarországon, és a Műszaki Egyetemen tartott előadást az ott levő fiataloknak. A videó elején elmondja, hogy örül, hogy Simonyi előadó teremben lehet az egyetemistákkal, amit az ő ex-kollegája Charles Simonyi apjáról neveztek el. Charles a Microsoft korai mérnökeinek egyike volt, és jól emlékszik a felvételi interjújára a 80-es évek közepéről. Akkoriban a Xeroxnál dolgozott, és Bill Gates csábította át, hogy megteremtse a Microsoft Office alapjait. Egyébként ebben a hosszú félórás felvételben a szuperszámítógépekről, mesterséges intelligenciáról, virtuális, valamint a kevert valóságról is beszél. Mutatok még ilyen mintákat a PC World-ös videókból. Például okos óratesztet is adtak közzé. Kezemben egy játékóra, kinézetű okos óra van. Ez az Alcatelnek a Move Time órája, és nem véletlenül néz ki úgy, mint egy egyszerű kis játékszer, ugyanis ezt a gyerekeknek tervezték, így tudjuk meghatározni, hogy pontosan hol van éppen a gyerek, és így tudjuk indítani a hívást is. Mindjárt meg is jelenik, akkor ez egy ilyen szolid kis zenével jelzi azt, hogy éppen megpróbáljuk a gyerekünket elérni. Az ipar 4.0 kiállításon is ott járt a szerkesztőség, és robotok kiállítását találták, úgyhogy ebből is mutassunk néhányat. Egy járó robot látható, amit a gyárakban már előszeretettel használnak, és a munkaútvonalakon megy és hordozgatja a különböző alkatrészeket az embereknek. Ezeket a robotokat, ahogy itt látni is lehet, autokarosszériáknak az emelésére, vagy nagyobb, masszívabb tárgyaknak a rakodására szokták használni. Ez egy klasszikus kollaboratív robot, amely ténylegesen az ember közelében képes működni, meg tudjuk érinteni, arrébb lehet tolni. Hát a robot technológia az exponenciálisan nő az igény. Részben a munkaerőhiány az oka, részben pedig most már olyan áron elérhetőek ezek a robotok, hogy gazdaságos a üzembehelyezésük, illetve a megvásárlás. Ferkó, te Svédországban láttál robotot mostanában? Élőben nem. Tehát ilyen és ehhez hasonló videófelvételeken láttam. Ezek lenyűgözőek szerintem. Katonai célokra felhasznált robotikát láttam most legutóbb. Oda engednek téged? Tessék? Oda engednek a katonai robotokhoz? Nem, még nem. De ott akkor láttam egy ilyet, hogy felvesznek. Tehát egy ilyen Superman-szerű öltözéket, mivel több száz kilót emelnek. Az a Skeleton Viktornak a személyes kedvence különben. Abszolút, exoskelet. Én azt nagyon várom, legalább annyira, mint a repülő autót. Na, eddig ennyi fért a műsorunk első részébe, és egy perc múlva folytatjuk. DTM. A digitális világ érdekes.
digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. Folytatjuk a műsort Tófalvi Tamással, Justin Viktorral, Szilágyi Árpáddal, és a vonalban, a Skype vonalon Matolcsi Ferkóval. Itt vagy, Ferkó, ugye? Igen, és tökéletesen hallott. Ferkó, kedves, emlékszel te arra az időre, amikor először hallottad a Modem Idők műsort? Hát ez már jó rég volt. Örök kérdés, még. Ugye? 2000-ben talán. Elég nagyot változott a média azóta. Most 2017-ben már úgy gondolunk vissza ezekre az időkre, hogy a hőskor volt, az őskor, amit... Igen. Most már kutatók is követnek, így kerül hozzánk újra a mi műsorunkba Tófalvi Tamás, a Műegyetem adjunktusa kutató, egykori újságíró ráadásul, aki kiválasztotta magának ezt a szakterületet, hogy a média hogyan változik a digitális világ hatására, vagy éppen nem a digitális világ hatására, ez egy alapkérdés, erre majd mindjárt visszatérünk, de én mutatom is rögtön a mi adásunk nézőinek a könyvet, aminek ugye az a címe, hogy a digitális jó és rossz születése. Gratulálunk, Tamás, a könyv megjelenéséhez. És akkor kezdjük ezt onnan, hogy te hogy találkoztál a digitális újságírással? Tehát ezzel az egész világgal, ami kihat a médiára. Érdekes módon kettős szerepben találkoztam vele igazából, mert amikor elkezdtem dolgozni újságíróként, ez 2006-ban volt szerintem egészen pontosan a Kreatívnál, meg a Kreatív Online-nál, akkor az egyik első témám az akkor éppen divatos Web 2.0 volt. Tehát konkrétan az egyik első cikkemet részben internetes, részben print újságíróként pont erről a dologról írtam, hogy mit is várnak pontosan a akkori vállalatok, hirdetők a Web 2.0-as felületektől, szolgáltatásoktól. És akkor ez a téma valamiért engem megfogott, és igaz, hogy a Kreatívnál is írtam sok más mindenről, meg később is. De azt érezted, hogy a Web 2 az már a média világát fogja átalakítani? Hát most nyilván az lenne a szép azt mondani, hogy persze, hát én éreztem, és akkor de hogy egyébként nem tudom, mert hogy akkoriban is már ugye olyan válaszok voltak erre, hogy már akkor érezhető volt az a kettősség, tudod, hogy valaki szkeptikus volt, hogy hát ez csak egy ilyen mulandó kis divat hullám, valaki pedig azt mondta, hogy természetesen ez lesz a jövő, és ilyen irányba megyünk tovább. De most, hogy eltelt egyébként jó pár év, most már látom igazából, hogy valóban az a Web2-nek nevezett hullám 2005-6-7 környékén, az igazából sok mindenben ismételt korábbi korszakokat. Tehát azok a dolgok, amiket szerettek akkor mondani a webes guruk, hogy na hát micsoda újdonság, interaktivitás, igazából bőven megvoltak már egy évtizeddel korábban is az interneten, csak az ahhoz passzoló technológiai környezetben. Nyilván bizonyos dolgokat emeletett, akkor megcsinálni később, meg igen. Én javaslom, hogy ugorjunk még visszább az időben, még egy tízessel nagyjából, 95-ben, mert ugye nem csak a Web 2, hanem már a Web 1-es dolgoknak is volt hatása a médiára. Ezt Viktorral mi egyébként egészen közelről figyeltük ugye a 90-es években. Igen. Emlékszel ezekre az időkre? Hogyne. Sőt, mehetünk még egy tízessel hátrébb, de nem csak akarom. Az még nem internet. Faragni kéne az arcom, hogy beférjön a stúdióba, szóval BBS rendszer. Én nagyon örülök, hogy én már ott voltam a BBS rendszer. Na de ebben most nem menjünk bele. Viszont mutatok egy részletet az 1995-ös első műsorunkból, amikor Nyírő András és Szakadát István volt a vendégünk, és arról beszéltek, hogy hogyan tudjuk majd elképzelni az internetes portálok világát. Ők akkor indították el az Internetto magazint, amiről ma már tudjuk, hogy az Index lett belőle 4 évvel később. Hát az Internetto az interneten lesz elérhető, nincsen papírváltozata, tehát ez egy hálózati újság. Új média az az egész, tehát az eddigi fogalmaink sok szempontból használhatók, de sok szempontból lévénytelenek. Az, hogy megjelenik, az azért érvényes továbbra is, mert hát mindig frissülő információkat szerezhet az, aki éppen megnézi az aktuális számát az internetónak. Annyiban viszont nem érvényes ez a fogalom, hogy megjelenik, mert hogy nem lehet egy adott kiadási pont pillanathoz kötni. Komolyan fontolgattuk annak a lehetőségét, hogy legyen az a neve, hogy internetó, elektronikus, napi, heti és havilap. Még valamit becsülhetünk a jövőre vonatkozóan. A kezelem valahol a számítógép, ami a digitális korszak kezdetét jelenti. Aztán megjelent a multimédia, aminek az első újságszerű produktum a CD-ROM volt. És aztán most jön a hálózat. És nyilvánvaló, hogy ennek a végpontja a multimédiának és a hálózatnak az összekapcsolódása fogja majd valamikor pár év múlva, esetleg egy évtized múlva az interaktív tévé világát elhozni. És akkor most ugrunk előre 22 évet,
és itt vagyunk, amikor már lényegében egy ilyen interaktív tévészerűség történik a mi műsorunkkal is. Mi ezt látható rádiónak mondjuk egyébként, mert még mindig fontosabb számunkra az elmondott szöveg, beszéd, amit illusztrálunk mindenféle képekkel. Amit elmondott Szakarát István itt a végén, azt te hogyan látod innen a jelenből? Hát minden elismerésem, hiszen végül is valamilyen szempontból tűpontos. Az mindig nagyon érdekes, nem, hogy milyen fogalmakat használunk, mert hogy... Például az új média szót már mondta. Hát egyrészt az új média, meg hát, hogy hálózat, ugye az még ma is valamilyen módon az internet szóban is ugye benne van a hálózat, de egyre kevésbé használjuk ugye azt, hogy tévé, amikor az online audiovizuális tartalmakról beszélünk. Tehát érdekes mindig, hogy milyen régi típusú média formáknak milyen elnevezései élnek tovább, meg melyek azok, amik elmúlnak. Tehát ma már, hogyha online audiovizuális tartalomra beszélünk, hogy a YouTube-nak, meg a Facebook élőzéseknek a korában, akkor a televízió valamiért nem igazán kerül elő. Most így hirtelen, miközben mondtam, eszembe jutott, hogy milyen érdekes, hogy viszont a sorozatoknál még mindig van egyfajta ilyen érdekes kapcsolódás a tévével, hogy a tévé új aranykorának hívjuk ezt a 2000-es évek közepe óta tartó folyamatot, ugye a Breaking Bad-del, meg a Game of Thrones-szal elindult ilyen minőségi, mennyiségi boomot. Miközben egyébként a sorozatok az interneten is nagyon működnek. Hát hogyne, meg hát főleg, hogy a House of Cards-ra gondolunk, ugye a Netflix-es, most Amazon is gyárt sorozatokat. Hát meg magyar sorozatok is. USA-Filson hálózatos tartalomszolgáltatóknak hívják meg magukat, tehát a nagy hálózatosok, tehát így. Nekem van egy nagyon érdekes rész, amit írtál. A doktori disszertációdról beszélünk egyébként, a könyv lényegében ennek az átdolgozása, érthetőbbé tétele. Mert hogy te azt mondod, hogy sokan azt gondolták, hogy a technika irányította ezt az egész átalakítást, vagy irányítja most is. Ezzel szemben van egy olyan értelmezés, hogy valójában a kulturális tényezőknek is legalább akkora befolyása van erre az átalakulásra. Ez mit jelent, hogy valójában amit itt a gépek miatt látunk, tehát hogy mindenki készíthet fotót, mindenki készíthet videót, és azt fölteszi az internetre, és azt már műsornak nevezi. Ebben benne van a mi felfogásunk is? Vagy ez mit jelent ez a kulturális háttér? Igen, alapvetően már régóta zajlik egy ilyen küzdelem arról, hogy hogyan érdemes megközelíteni ezt az egész dolgot, és engem az inspirált részben ennek a könyvnek a megírásában, mert bennem volt egy ilyen mondani való, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk a másik oldalról, hogy nagyon gyakran úgy gondoljuk, van egy ilyen ösztönös észlelésünk a technológiával kapcsolatban, hogy jön egy új technológia, és megváltoztatja, hogy mi hogyan kezdünk el viselkedni. De közben a másik oldalt megnézzük, azt is látjuk, hogy a mi motivációink, emberileg, kulturális értékeink, azok ugyanazok, és gyakorlatilag a technológia az csak különféleképpen csatornázza ezeket a dolgokat, amiket csinálunk, sőt, még egy lépéssel tovább lépve, gyakran az dönti el éppen, hogy egy technológiával mi lesz, hogy mi emberek hogyan fogadjuk. Hogyha mondjuk például gondoltak egy olyan eszközre, mint például Google Glass, például, amikor megjelent, akkor hirtelen jött egy újfajta utópia, hogy na mostantól beköszönt az a kor, amikor az emberek gyakorlatilag bármikor fel tudnak venni élő közvetítés mindenhonnan, mindenhova, és az egész szertefoszlott egy pillanat alatt, mert egy, az embereknek nem tetszett, mert azt mondták, hogy hülyén néz ki, tehát hogy az másfelől pedig rendkívül zavaró volt az embereknek az a tudat, hogy egy másik emberen egy olyan kütyű lehet, amivel őt az engedély nélkül fölveheti. Borzasztó sok helyen betiltották. Igen. És ugye a Microsoftnak is volt egy nagy projektje, a Mi Project, hogy majd az egész életem digitalizálva lesz, és minden, és az is úgy omlott össze, jól. Igen. Nagyon érdekes egyébként, hogy a Kör című film, amit nem tudom, hogy láttatok-e most, ugye ez egy horrorfilm, nem? Ez egy japán. Nem arra a körre gondolok, hanem a másikra, ugye azt hiszem Circle, ez az angol az címe. Új, igen, ami egy egybegyúrt ilyen Apple, Google, Facebook technológiai vállalatnak a ármánykodásait próbálja leleplezni, és hát ott érdekes mondom, visszahozzák ezt a negatív utópiát, hogy úristen, egy vállalat, ami mindent mindenhol felvehetővé és elérhetővé akar tenni. Érdekes, hogy a film pont ezt a témát nézte ki, hiszen a Google Glass-szel ez átmenetileg azt bizonyosodott, hogy pont egy olyan dolog volt, amit az emberi kulturális értékek nem engedtek abba az irányba haladni, mert nem volt ez kívánatos az embereknek. Ebben gyors becsatolás, most lett új telefonom, és megdöbbentő, hogy van nem tudom, 8-9 szenzora, és a Samsung már ezt a 8-9 szenzor által érzékelt információt is gyűjti. Tehát tudni fogja, hogy rám milyen G-erők hatottak mikor, és hogy mennyivel gyorsultam mikor például. Én még visszatérnék egy kicsit a könyvhöz, mert megjeleníted azt a kettősséget, azt az ellentmondásszerű kettősséget, amit egyébként mi is átéltünk a magyarországi médiában. Félelmek és remények, így foglalható ez össze. Tehát, hogy a médiában közreműködők egyik fele
rettegett ettől az egész átalakulástól, a másik fele pedig abban reménykedett, hogy végre jön egy olyan változás, ami jó irányban löki majd az egész média világot. Nyilván, aki a digitális világgal kutatóként foglalkozik, talán azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy inkább a remény oldalon áll, de mégis te hogyan láttad ezt az egész kettőséget? Szívemben ott a remény, de a fejemben ugye a félelmek is ott vannak. Hát, amit én fontosnak gondolok, az az, hogy valamilyen módon szerintem a digitális világban érvényesülni próbáló médiavállalatoknak valahogy ugyanazt kellene szem előtt tartaniuk, mint amit minden vállalkozást valamilyen módon fenntartható irányba terelni akaró vállalkozónak szem előtt kell tartani. Tehát, hogy azt látjuk például, hogy az emberek valamilyen módon nem akarnak fizetni az online tartalomért, elkerülik az online reklámokat, akkor nyilvánvalóan nem az a megoldás, hogy oda nyomjuk a fejüket mondjuk a reklámhoz, vagy vádoljuk őket, hogy milyen lelkiismeretlen olvasó vagy te, hogy nem akarsz fizetni ezért a kiváló tartalomért, pedig hát itt van, és mennyire sok szeretettel állítottuk elő, hanem érdemes megint csak ugye kulturálisan másképp gondolkodni, hogy mit csinálnak mégis más típusú termékek előállítói, FMCG iparág, mondjuk csokinál nincs ilyen, hogy de finom csoki, miért nem fizetsz érte többet, tehát annyira adom el, mint amennyire az emberek megpróbálják, meg tudják venni. Tehát azt gondolom, hogy valamilyen módon egy ilyenfajta szemléletváltásra van szükség szerintem nagyon sok médiavállalatnál, nagyon soknál nem, tehát nagyon sokan nagyon jól csinálják, amit csinálnak, de úgy gondolom, hogy még mindig van egy nagyon erőteljes ilyen kulturális attitűd, hogy minek kellene lenni a média üzletágban ebben a digitális ökoszisztémában, szemben azzal, hogy hogyan lehetne valamilyen módon kihasználni ennek a digitális ökoszisztémának a lehetséges előnyeit és lehetőségeit. Nyilván ilyen jóslatot nagyon nehéz kérni, meg válaszolni is, kicsit felelőtlenség, főleg egy kutató részéről, de te hogy látod, hogy ez a folyamat meddig tart még, a média átalakulása? Szerintem ez mindig úgy fog alakulni, hogy váratlanul jön valami, de szívesen bedobok egy új irányt például. Szerintem nem kizárt dolog, hogy például megszokott ilyen vizuális interfészünk például átmegy hangalapúba. Tehát, hogy vannak ilyen rejtett változás hullámok a médiában, már nem nagyon közli úgy az Amazon, hogy mennyit adott el, de van az Amazon Echo nevű hangalapú vezérlő készülék, felhőbe kötve működik. Állítólag Amerikában már több millió példány elfogyott, vele verseny ez a Google Home, és közben az Apple is megcsinálta a sajátját, tehát nem kizárt, hogy egy-két év múlva azt veszük észre, hogy már szívesebben használunk hangalapú navigációt. Emlékezzünk a filmek, a She, az megvan? Abszolút. Oscar-díjas, nagyszerű, kitűnő mozi volt bizony. Ez egyik legjobb film szerintem az utóbbi időben, ami technológiáról meg emberről szólt. Szóval már kapható a könyv, Technológia, kultúra és az újságírás 21. századi átalakulása, ez az alcím. A digitális jó és rossz születése. Még annyit mondj, hogy ez a jó és rossz, ez erre a kettőségre utal? Igen, hogy az emberek milyen félelmeket, meg reményeket kapcsolnak a digitális médiához, holott ugye mi döntjük el, hogy milyen irányba. Még egy nagyon kicsi apró gondolat, hogy nekem ez a fajta húz meg eresz meg, ahogy a nagyvállalatok, a cégek lereagálják ezt a változást, ez nekem evolúciós. Tehát nekem evolúciós áthallásaim vannak ettől, meg képzeteim. De szerintem ez a normál menete a dolgoknak, ugye? Ez se kivétel. Az biztos, hogy mi követni fogjuk ezt a folyamatot. Eddig tartott a második rész, és rövidesen folytatjuk. DTM.
Tetően a DTM-ben. Folytatódik a műsor Justin Viktorral, Tóth Alvi Tamással, Matolcsi Ferkóval Uppsalából. Itt vagy? Igen, itt vagyok. És én Szilágyi Árpád vagyok továbbra is a DTM-ben. És Ferkó nekünk itt közben elkezdte mondani, hogy Uppsalában van egy internetmúzeum, vagy digitális múzeum? Nem, ez egy nagyon-nagyon régi honlapomat, amit még az internetes áttörésnek az elején készítettem, amikor még modemmel kapcsolódott fel telefonvonalon az emberfia, és rákerestem, és kiderült, hogy már a szolgáltató oldalán nincs fent, viszont átirányítottak egy internetes múzeum honlapra, ami természetesen nem egy fizikai múzeum, hanem ott fellelhető még a mai napig is ez a honlap. De ezt hogy kell elképzelnünk? Mi látható ott? Tehát az a honlap, amit én valamikor 98-ban csinálhattam, az már nem annak a szolgáltatónak az oldalán van, hanem leszippantották ezeket az ősrégi honlapokat, és összegyűjtötték egy helyre. Óriási. Legközelebb itt lesz Képes Gábor barátunk, IT múzeológus, akkor elmondjuk neki ezt a tippet, vagy majd mondhatnád te is, Ferkó, hogy akár Magyarországon is lehetne egy ilyen digitális múzeum. Na kérem szépen, akkor megyünk tovább, van itt egy nagyon érdekes téma. Tegnap este találtad, Viktor? Ez vadonat friss, igen. Vadonat új. Mégpedig az agyunkkal kapcsolatos hír. Hát, ha már revolúció volt a végszavam, akkor az előző blokk végén, akkor visszacsatolnék oda. Blue Brain Project, így hívják a történetet, Svájcból érkezett a hír. Miért kék az az agy? Hát ez egyébként nekem azonnal beugrott, hogy a Deep Blue, ami megverte Kasparovot, és aztán ez nagyon nem tetszett Kasparovnak. És lett egy jó kis polémia, de lehet, hogy ezért, nem? Nekem meg a Bluetooth jutott eszembe, a kék fog. Az se rossz. Tudtad, hogy a Deep Blue az IBM-en belül erősebb márkának számít, mint a vezérigazgatónak a neve? Tehát többen ismerik, képzeld el. A Deep Blue a legerősebb IBM márka. És hogyha ezt még használják is az agykutatáshoz, akkor aztán körbeértünk. De ezt nem tudjuk. Minden esetre Svájcban történt egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Elég sok ilyen típusú hírt olvasok, én azt gondolom, hogy ez unikális teljesen, és ez korszakos, nem akarok nagyon messzire menni, de akár Nobel-díjas, Nobel-gyanús is, a felfedezés is történt. Az emberi agyról van szó. Az emberi agyról van szó, méghozzá egy virtuális modelljéről az emberi agynak, amin belül egy vadonatúj mechanizmust, illetve egy új típusú mechanizmust találtak. Vagyis próbálják megfejteni, hogy működik az agyunk, és akkor ezen belül a kutakodáson keresztül találtak valamilyen jó modellt? Illetve, hogy hogyan hozza létre az agyunk a tudatunkat és a gondolkodásunkat. Aha. Tehát ezek a funkciók, ezek hogyan létesülnek. És tulajdonképpen először is felfedezték, hogy ugye a neuronok kisülnek, ezt nagyjából tudjuk, láttunk számtalan ilyen ábrát, de van is egy jó bejátszónk egyébként. Nézzük csak meg közben. És gyakorlatilag a kutatásvezetője? Ő a kutatásvezetőt Mark Kremnek hívják, a Lausanne-i Műszaki Egyetemnek a professzora. És hát ugye az első felfedezés az volt, hogy klikkesednek a neuronok. Hát milyen ismerős, nem? Ezt mi is szoktuk. Tehát összehaverkodnak, összeállnak neuronok. Tehát csoportokban rendeződve működnek el, sülnek ki. És ha egyszerre vizsgálod az agy egészének a neurális működését és az egyes neuronok viselkedését, akkor ebben a térben, ebben a topologikus térben, nem akarok nagyon terminuszokba belemenni, egy algebrai topológiát használtak. És olyan... Ez hasonlít az internet topológiára, nem? Abszolút igen, sőt nem, hogy hasonlít, hanem tök ugyanúgy néz ki, és még valamire hasonlít az, amit kaptak mintát. Ezt kitalálod, hogy mire? Nem tudom. Egyébként szerintem szinte bármire, tehát a fűcsomók elrendeződésére egy mezőn. Barabási Albert László is ezt mondja. Abszolút ABL témánál vagyunk, hálózatok tudománya. De a világegyetemben az anyag elrendeződésére leginkább, tehát ugyanaz a fajta minta jelenik meg. És hogy visszakapcsolódjak az alaphírhez, ugye ebben a működésben fedeztek fel új geometriai mintákat, méghozzá nem csak 3, hanem 7, meg 11 dimenziós mintákat is. Ezek alapvetően algebrai dimenziókra kell gondolni, és szemmel nem érzékelhető, vagy érzékszerveinkkel nem érzékelhető fizikai változókra, mint dimenziókra. De vadonatúj térstruktúrákat, topologikus térstruktúrákat azonosítottak be, és
ezeket modellezték, virtuálisan létrehozták, ami azt jelenti, hogy ugye használtak, az elején még volt egy kis állatkísérlet, de aztán átment az egész virtualizációba. Ezt látjuk és most, ugye? És ezt látjuk, és modellezni tudták a gondolkodásunkat, illetve a kognitív funkcióinkat, ami nagyon nagy dolog. De ezt hogy tudják modellezni? Tehát kialakítanak egy ilyen térstruktúrát, és abból hogyan tudják ezt a modellt? És ezt még ők sem tudják. Tehát ezért nagy a felfedezés, mert találtak valamit, amit még nem értenek teljesen, most kezdték el vizsgálni, mindenkinek erősen javaslom a hír követését. Ezek az igazán nagy felfedezések, nem, amikor azt sem tudod még, hogy mit pedig. Nem tudják, mit találtak, de az látszik, hogy valami nagyot. Uh-huh. Mit tudsz még erről konkrétat elmondani? Mert ugye most annyit látunk, hogy van valamilyen modell, amiből elrendeződnek valahogy a neuronok, és abból keletkezik valami modell, de mi lesz ennek az egésznek a jelentősége számunkra? Ugye azt kutatják, hogy hogyan jönnek létre a gondolataink, a kognitív funkcióink. Erre ezeknek a létrejöttes során épülnek fel ezek a geometriai, többdimenziós, akár 11 dimenziós geometriai struktúrák, topologikus struktúrák, tehát ezek a topológia formai megközelítést jelent, amit úgy kell elképzelni, egy hasonlattal ők úgy éltek, hogy mintha egy strandon lennél, és egy hatalmas többdimenziós homokvár egy pillanat alatt felépülne a szemeid előtt, és aztán összeomlana. Ez mondjuk egy gondolat. Hát ez a gondolat éppen mondjuk ezt tette az én fejemben. És ezek a hirtelen felépülő, összeomló, hatalmas algebrai struktúrák, geometriai struktúrák, ezek elképesztő mennyiségben és létszámban vannak ilyen, ezt is felfedezték. Minden a neokortexet modellezték le konkrétan, az új agykérget, ami a homloklebenyünkben van, és egy egész kicsi részében is több tízmillió ilyen struktúra ugye gyullad ki, és omlik össze egy pillanat alatt, vagy huny ki egy pillanat alatt, ahogy ezek a neuronok kisülnek. Ennek a hogyanja, a mikéntje világosodott egy kicsit jobban meg, ennek a strukturális formavilága, hogyha úgy tetszik, de még sokat ők se tudnak erről többet. Elképzelhető, hogy ez a modell átültethető lesz majd a digitális világba? Hát én azt gondolom, hogy abszolút igen, hiszen már meg is tették. Tehát ugye virtuális környezetben történt mindez. De a működése maga. És még egy csak a leírása. Igen. Is még egy fontos eredmény, hogy ez a virtualizált agy, amikor ingert kapott, amikor az agy ingerlésének megfelelő sematizált ingert bevitték ebbe a rendszerbe, akkor ugyanúgy reagált, mint egy emberi agy, vagy mint egy rágcsálónak az agya, ugye rágcsálóanggyal is modellezték. Úgyhogy ez benne a hihetetlen érdekes, hogy a működés megvan. Hát tényleg nagyon érdekes. Viszont maradjunk még mindig az evolúciónál, mert az evolúcióban fontos szerepe van a majmoknak. És Ferkó, aki még remélhetőleg itt van a vonalban, itt vagy, Ferkó? Igen, itt vagyok. Talált egy olyan érdekes TED-es videót, amiben a majmokkal foglalkozik a szakértő kutató hölgy, és ebből majd mutatunk is mindjárt egy részletet, de hogy találtad meg ezt a videót? Böngészgettem a neten, és rengeteg olyan videó fent van, hogy hogyan reagálnak a mai fiatalok különböző zenékre. Ott rátaláltam egy olyanra, hogy hogyan reagálnak a Windows 95-ösre, illetve a modemmel való felkapcsolódásra az internetre, és onnan ugye az internet szövevényein és topológiáján keresztül véletlenül eljutottam erre a TED-es videóra, ahol egy Susan Savage Rumbach nevű hölgy, pszichológus, állatviselkedéstan kutató, Kongó közepén élnek ezek a bonobó majmok, amelyek végtelenül hasonlítanak viselkedésükben az emberekhez. Például két lábon járnak, vagy szeretnek-e? Többek között két lábon járnak. Én nagyon melegen ajánlom egy rövid videó, azt a fél órát, 20 percet rászánni arra, hogy megnézze az ember. És ebben a vége felé volt egy pillanat, amikor Pac-Man-t játszik ez az emberszabású csimpánz. Mutatjuk is. Hihetetlen érdekes. A képernyőn mi azt a képernyőt látjuk, amin a majom irányítja a Pac-Man-t, és a gondozója segít neki, hogy éppen merre menjen, tehát instruálja a majmot. Egyébként a csimpánz mellett a legközelebbi rokonaink a bonobók. Aha. És figyelj, tényleg tud váltani, tehát amikor menekülni kell a Pac-Man-be, akkor menekül, hogyha el kell kapni, akkor most éppen elkapták a szegény, és figyeld a fejét. Nagyon jó, szuggesztív ez a videó, kedves Ferkó. Neked hogy tetszett?
Nagyon-nagyon tetszett, most amikor hazaértünk, nemrég a lányomnak is megmutattam, azt mondta, ez trükkfelvétel, papa, ez tudja, hogy trükkfelvétel. De beszélni nem tudnak ezek a majmok, ugye? Vagy nem lehet nagyon megtanítani? Nagyon érdekes, a film elején, illetve a közepén, ahol többek között tüzet rak a majom, és tüzet gyújt, és segít ennek a hölgynek a háti zsákot hordani, illetve vinni az erdőben. Ott határozottan az az érzés az embernek, hogy érti, amit mond. Tehát azt mondja, hogy itt van egy öngyújtó a zsebemben, és a majom benyúl a zsebébe, és kiveszi az öngyújtót. Uh-huh. Tehát érteni már érti ezeket. Félelmetes, és a gesztusvilága. Tehát nekem az ragadt még meg, ugye szakmai ártalom szinten, hogy az, ahogy a fát összetöri, hogy megfogja két kezével, és a lábával eltöri a fát, és odaadja a gyújtóst a hölgynek, hogy rakjanak tüzet. Kint az erdőben. Vajon folytatódik-e ez a kutatás tovább a majmokkal, Viktor? A eddigi legintelligensebb gorilla, az több száz kifejezésnek megfelelő jelnyelvet beszélt. Tehát ő el tudott mindent mondani. Igen. Azt is, hogy érezte magát, vagy hogy mit tudom én, jó volt-e a tréfa, amit az előbb elsütöttél, bármi. Szóval ez, hogy ennyire lenyűgözően használja a Pac-Man-t, engem arra sarkalana, hogyha én lennék a kutatója ezeknek a majmoknak, hogy mit csinálna vajon egy számítógéppel egy ilyen majom? Biztos, hogy érdekes dolgok sülnének ki ebből. De szerintem itt mi most megállunk ezzel a témával. Megköszönöm, hogy itt részt vetettek a beszélgetésben. Ferkónak is, Uppsalába. Gyere majd legközelebb is a műsorunkba, kedves Ferkó. Nagyon szívesen. Köszönöm, hogy itt lehettem. És hozzá majd nekünk érdekes témákat. Tamásnak is köszönjük, meg Viktornak. Én is köszönöm. És akkor köszönjük, eddig tartott ma a DTM. Jelentkezünk két hét múlva. Viszont hallásra, viszont látásra.